Világnapja alkalmából programokkal készültek az óvodásoknak. Mik is voltak ezek a programok? Minden évben március 22-én készülünk erre az eseményre óvodánkban, a Vízvilágnapjára. Itt az a célunk, hogy felhívjuk a gyerekek és gyerekek által a szülők figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, illetve a vizeink védelmére, mert ugye ez az utókornak is egy nagyon fontos feladata. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodában a gyerekeket rászoktassuk arra, hogy spórolni kell a vízzel, nem folyatjuk a vízcsapot feleslegesen, és cukros üdítők helyett minél többet vizet fogyasszanak inkább. És ezen a héten még az OGYI, a Gyógyszerészeti Intézet is el szokott indítani egy programot, amiben már szerintem olyan 5-6 éve minden évben benevezünk. Ez is ehhez kapcsolódik, a Vízvilágnapjához, itt is a vízivás fontosságára hívja fel a gyerekek figyelmét. Ebben is különböző pályázatok vannak, rajzpályázatok és egyéb ilyen kreatív pályázatok, amiben nagyon szívesen vesznek részt a gyerekek, illetve egy kicsit ösztönözzük is őket erre. Ezen az alkalomkor a hétre sokféle játékot terveztek az óvónénik, mindenféle mozgásos, kreatív játékot, különböző kísérleteket végeztek a gyerekekkel, és minél több oldalról próbálják megközelíteni ezt a témakört a gyerekek számára érthető és felhasználható módon. Hogyan fogadják ezt a gyerekek? Hát mivel, hogy nagyon játékos formában csináljuk, illetve hát a mindennapi életünkben beszéljük ezeket a tevékenységeket, ezért nagyon nagy kedvel fogadják a gyerekek, szívesen vesznek részt benne ezekbe a feladatokba. Ezeknek az alkalmaknak mindig van az óvónők között egy felelőse, aki összefogja a csoportokat, illetve a csapatokat. Különböző játékokat szerveztünk az udvarra, halkereső verseny, mozgásos játékot, amiben nagyon szívesen vesznek részt a gyerekeink. Mennyire nagy munka egy ilyen témanapot, hetet előkészíteni? Kutakodást, illetve utánnézést igényel, de mivel, hogy már nagyon régóta csináljuk, azért vannak már előzetes ötleteink, amiket minden évben felhasználunk. Milyen programokat próbálhattak ki a gyerekek? Kísérleteket végeztünk ide bent a csoportban, vizezhettek a gyerekek, öntözgethettek mérőedényekbe, vízhordó versenyeket rendeztek a csoportokon belül, különböző játékos, mozgásos feladatokat, békakeresőt és egyéb ilyen ehhez a témához kapcsolódó játékokat kerestünk. Zárásaként a tóhoz terveznek egy sétát. Ennek mi az apropója?
ennek a projektnek a lezárásaként gondoltuk ezt a kis kirándulást, sétát a tóhoz, mivel hogy a településünkön ez egy igen frekventált hely, úgy gondoljuk, egy nagyon szép kialakítású terület, amit igenis minden péti gyereknek ismernie kell, és vigyázni kellene rá nekik, az ott élő világot megismerni neki, és hát fokozottan védeni ezt a területet, hogy sokáig megmaradjon ilyen szépen, ahogy most ebben az állapotában láthatják. És ezen a napon ide terveztünk egy játékos délelőttöt, hajókat készítettünk, ott a patakon egy kicsit hajókat fogunk úsztatni, és a sok-sok halat szeretnénk megetetni a gyerekekkel.